Kezdjük az idézettel. Ha szeretnél vezetőként fejlődni, meg kell tanulnod delegálni. Richard Branson. Látom, nagyon háttérből süt a nap, ugye? Váltsunk szöget. Fiatal vagy kezdő vállalkozóként általában szeretünk mindent a kezünkben tartani, de hogyha megcsináljuk a szerencsénket és egyre jobban fejlődik a projekt, akkor egyszerűen nem tudunk, nem lesz időnk mindenre, nem tudunk mindent mi megcsinálni. És hogyha mégis mindent a kontrollunk alatt szeretnénk tartani, akkor az veszélyes. Egy veszélyes zsákutca. Sem a szervezet, sem az adott projekt, sem a mikromenedzselés hibájába eső vezető nem lesz sikeres. Mi magunk pedig egyszerűen kiéghetünk attól a stressztől, az a nyomás, ami ránk helyezkedik ebben a helyzetben. Szimplán azért, mert a tehetségünk, amikben jók vagyunk, amiért az adott projektet csináljuk, nem a legmegfelelőbb feladatokra pazaroljuk. Ennek meg semmi értelme. Meg kell tanulnunk delegálni, vagyis átruházni a feladatokat. Ehhez viszont, hogy igazi vezetővé válj, nem csak a feladatokat kell tudni megfelelően átruházni, hanem a felelősséget is meg kell osztani a csapattagokkal. # teher alatt nő a pálma. Szia, én Szántó Péter vagyok, magamnak is a reggeli, nagyon álmos hajnali formája. A csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelent egy bakancslistás álmom, egy könyvem a HVG kiadásában. Az a cím, hogy Válj Valóra, én márka, hatékonyságnövelés és lifehackekről szól. A like gomb alatt a leírásban már ott a link, ahol meg tudod rendelni, mindenféle akciókat, titkos kis dolgokat osztok meg magába, hogyha tőlem rendeled meg, illetve csináltam hozzá képzéseket is, ezek is mind ott vannak a leírásban. A mai témánk ugye az, hogy bízz másra. Szerintem jöjjön az intro, és kicsit összeszedem magam, kezdjük el a vlogot, meg a napot. Érkeztem a helyszínre, szóval a lényeg, hogy ne töltsd az idődet olyan dolgokkal, amiben A. nem vagy jó, B. nem annyira fontosak, és ebből fakad kb. A C, hogy a céged szempontjából és a projekt sikeressének szempontjából nem a legkruciálisabb, legmeghatározóbb dolgok. Nekem a startupomnál ilyen volt, hogy hetekig, hónapokig ültem a logón, a webdesignon, én csináltam meg a logóját, és szívtam azzal, hogy hogyan legyen vektorgrafikus, amikor ez nem számít. És aztán meg is untam, kiadtam egy tök jó designernek, megcsinálta 2 nap alatt, teljesen jó áron, és túl voltam rajta, és fókuszálhattam azokra a feladatokra, amik valóban értéket adnak, és a siker felé viszik a projektet. Tehát a tanulság, hogyha hosszú távon fenntartható sikereket szeretnél elérni, akkor meg kell tanulnod delegálni. Vond be, profitálj belőle, inspirálj! Ha már a könyvemről szól ez az egész napi vlog, vagy ez adja az apropóját, megosztok egy sztorit vele kapcsolatban. Ahogy nyilván meg volt adva a HVG által, hogy milyen keretek között kell nekem megcsinálnom a referenciákat, hogy kell hivatkozni, és ahogy csináltuk, rájöttem, hogy kb. Én ezt utoljára a szakdolgozatnál csináltam, és azt is gyűlöltem, utáltam, borzasztó volt tényleg, és nagyon-nagyon béna vagyok benne. Az egyik munkatársam, Edina, viszont egy nagyon precíz, alapos szakember, tényleg egy ilyen Jolly Joker embernek tudom mondani, és ő ebben is nagyon jó volt, amúgy PhD-zik, akadémiai körökben mozog, és neki ez nagyon könnyen ment. Éppen ezért, amikor beszélgettünk, megkérdeztem, hogy lenne kedve ezzel foglalkozni, és mondta, hogy nagyon szívesen, és nyilván ez már a bevonás, hogy ő segítséget ad, de a másik része pedig az, hogy maga, amivel foglalkozta meg a könyvnek a témája, mondta, hogy amúgy nagyon szívesen is csinálta, mert hogy inspirálja a könyv, tök érdekes gondolatok vannak, lehet, hogy magától nem foglalkozott volna ilyenekkel, vagy nem nézte volna meg, és pont ez a lényege. Szóval Edina egy szuper villámgyors munkát végzett, de ahhoz, hogy jól működjön a delegálás, ahhoz sok minden kellett. Nyilván egymásnak a tisztelete, szeretete, az, hogy tudjuk, hogy kinek mi az erőssége és a gyengesége, ezeket szépen mindig kereken megbeszéljük. Innentől pedig a cél az közös volt, tehát megosztottuk ezt az egészet, egy közös kis projektünk lett, hogy a referenciák azok ilyen patentek legyenek, hogy pont itt van egy nagyon fontos kitétel a végére, hogy a felelősséget is át kell ruháznod. Nem elég csak, hogy egy feladatot, vagy hogy bevonod, hanem hogy a másik is érezze, hogy az, amit ő csinál, annak súlya van. Van ez a mendemonda, hogy amikor JFK, John F. Kennedy a NASA-ban járt, akkor találkozott a janitorral, a karbantartóval, és kérdezte, hogy neki pontosan mi a munkája. És azt válaszolta az úriember, hogy ő embereket küld a Holdra. Mert ha ő nem végzi el a munkáját, akkor az egész rendszer nem tudna működni, pedig ő igazából csak nagyon idézőjelesen, csak egy karbantartó volt. Na, jöjjenek a lifehack-ek. Ez lesz a setup, de még nyilván nagyon alakul, nincs meg semmi a háttérből, de a világítás úgy adja, még a kamera lejjebb van, mint ahogy szeretnénk. De beszéljünk a lifehack-ekről. Hogyha feladatod delegálsz, akkor van egy ilyen mágikus mondat, amit érdemes használni, ami nagyjából így hangzik. Név. Meg tudnád tenni, kérlek, feladat, határidő, név, kérlek. Tehát például, János, el tudnál-e menni a boltba tejért 1 órán belül, János, kérlek. Ez nyilván egy picit erőltetetten hangzik, de a hétköznapi nyelvben valahogy ezt a formulát, hogyha használod, akkor sokkal nagyobb lesz annak a valószínűsége, hogy valaki segíteni fog, és mindezt szívesen fogja számodra tenni. A következő, hogy válogass és törölj, mielőtt delegálj. Tehát ez azt jelenti, hogy semmit se automatizálj csak azért, mert tudnál, hanem valóban gondold végig, hogy arra szükség van-e. Az adott feladatot mindig a legmegfelelőbb embernek ad. Például egy egyszerűbb feladatot nyugodtan bízhatsz juniorra, és nem a partneredhez kell rohannod. És ehhez kapcsolódik, hogy bármilyen delegálásra is legyen szó, mindig fektessetek le teljesítménymutatókat, KPI-okat, ilyen indikátorokat, hogy pontosan tudjátok, hogy mi az a végeredmény, amit vártok. Mert vezetőként a te feladatod az, hogy a csapattagjaid, a partnereid teljesen magukénak érezzék a feladatot. És miközben nem szabad a mikromenedzselés hibájába esned, ugyanakkor fontos az, hogy rendszeresen ellenőrizd a munkafolyamatot. Tehát lehet, hogy megbeszéltétek, hogy így megcsinálja a dolgokat, de azért közben csekkolj be, hogy megy, tudsz-e valamit segíteni, kérd meg, hogy mondjuk akár, hogyha egy rövid dologról van szó naponta, vagy mondjuk hetente valamilyen riportba azért mutassa meg, hogy áll, hogy nehogy az legyen, mint ami sokaknak egyetemen, hogy az utolsó pillanatban állnak neki. Az utolsó, nagyon fontos, ha valami király dolog történik, vagy jól teljesít egy munkatársad, dicsérj nyilvánosan, viszont ha valami hiba van, vagy esetleg negatívat kell mondanod, azt mindig 4 szem közt tedd meg. Ebbe a vlogba ennyi fért bele, hogyha most találkoztunk először, akkor nyomja csengőre, miután persze feliratkoztál, így értesülni fogsz mindig, esetleg küld el valakinek, akinek úgy gondolt, hogy segíthet ez a tartalom. Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy megnézted, hogy itt vagy, hogy végigmentél. A like gomb alatt a leírásban ott van a könyvem már megvehető, vannak speciális ajánlataim, valjvalora.hu, menj, nézd meg, illetve ugyanúgy a leírásban ott vannak a könyvhöz kapcsolódó képzéseim is. Remélem találkozunk holnap, amikor arról lesz szó, hogy hogyan tudsz folyamatosan tanulni, de még inkább hogyan tudsz hatékonyan tanulni. Köszi, hogy itt voltál, szia, sziasztok!